A magánkiadásoktól általában egy kicsikét mindig óckodok. Méghozzá azért, mert az a tapasztalatom, hogy itt Magyarországon nem azok nyúlnak a magánkiadás lehetőségéhez, akik máshogy nem tudnák megjelentetni műveiket, hanem inkább azok, akik úgy tekintenek magukra, hogy ők meg nem érted zsenik. És ezért kicsit féltem is bemutatni ezt a könyvet, amit most fogok bemutatni. Ugyanakkor, miután elolvastam ezt a kötetet, az lett a tapasztalatom, hogy az író, aki ezt a könyvet összerakta, nagyon sok ember hibájából tanult. Ez a könyv pedig nem más, mint az Elveszett aranyváros keresése, Stian Scald tollából. Elnézést kérek, hogyha rosszul ejtettem ki a nevedet. A könyv egy álnéven író magyar szerzőt takar, ami alapból arra enged következtetni, hogy itt leginkább egy klasszikus, erőteljesen szerepjátékok által inspirált fantasy kalandregényt fogunk kapni a pénzünkért, és ez így is van. A történet nagyon egyszerű, viszont szórakoztató. Egy varázsló tanonc a főszereplője, aki rossz időben van rossz helyen, verekedésbe kerülődik egy kocsmában, és az életét ugyan megmentik, de cserébe azzal a kis társasággal kell tartania, aki megvédte az életét. Azért viszik magukkal, mert fontosnak tartják, hogy egy varázsló ember, aki képes használni a mágiát, velük tartson, hogy feltárhassák együtt az elveszett aranyváros titkát. Útjuk során találkoznak rengeteg furcsa fantasy lényel, legyen szó emberfarkasokról, törpökről és meg annyi érdekes teremtményről. Nem is beszélve attól a rengeteg szörnyről, akiről legendák szólnak. És ők találkoznak ezekkel a legendás szörnyekkel. A könyv tehát lényegében ennyit ad, egy izgalmas, rejtélyekkel teli kalandregényt, nincs se bonyolult mágia rendszer, se összetett több szálon futó történet, se nagy, eposzi ihletésű, mindent behálózó, az egész világra kiterjedő háborúkkal teli kalandok. Nem. Ez a könyv leginkább olyan, mintha egy szerepjáték kampányt olvasnánk, egy elég rövid szerepjáték kampányt. A könyv ugyanis elég rövid, kisregény hosszúságú, gyorsan olvasható, és szerencsére egész korrektül van szerkesztve. Én ugyanis elég gyorsan tudtam olvasni, nem igazán akasztottak meg nyelvtani helytelenségek a könyv olvasása közben, amiről azt a véleményt vonom le, hogy egész korrektül megírt könyvet kapunk. Amivel már sikerült a szerzőnek elérni azt, hogy már láthatatlanban is megadjam neki az erőteljes 4-est ezért, mert már csak ezért, hogy erre ügyelt. Mint említettem, a könyv nem egy újító szemlemiségű mestermű, nem egy progresszív csoda, hanem egy szokásos, klasszikusokat, leginkább a 90-es évek magyar fantasy hőskorát idéző kalandregénynek nevezhető. Nem túl összetett, nem bonyolult, a karakterek egyszerűk, de kedvelhetőek, mindenkinek megvan a maga motivációja. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen korrekt könyvecske. Ez a könyv azért nagyon jó, mert amit ígér, azt teljesíti. A szerző sem akarja azt, hogy azt érezd, hogy ő egy most feltálta újra a spanyol viaszt, hanem csak egy történetet szeretne neked elmesélni, egy jópofa kalandtörténetet, amit elolvashatsz bármikor, ha rosszabb kedved van. Nagyon jó szórakoztató történetről van szó, legyen gyorsan el lehet olvasni egy utazás alatt, vagy strandon, vagy kirándulás közben, ahogy tetszik. Nem újító szellemiségű, de éppen ez benne a szép, hogy sok nehéz könyv között, vagy éppen sok nehéz könyv után jól esik néha ilyeneket is kézbe venni. Az idősebbeknek azért jó, mert tudnak nosztalgiázni a magyar fantasy hőskorával kapcsolatban, amikor ugye az álnéven írós, több szerző által összerakott univerzumba íródott, szerepjátékokkal erőteljesen közre működő fantasy könyvekből állt leginkább a magyar fantasy piaca. Úgyhogy ez abból a korszakban egy nagyon jó betekintést, hogy milyen lehetett egy abban az időszakban íródott történetet olvasni, viszont a korrekt megfogalmazás és az egész jópofa stílusnak köszönhetően ez a könyv egyáltalán nem hagy maga után negatív élményeket. Tehát nem lesz az az érzésed, hogy egy nagyon rosszul szerkesztett könyvben van dolgod, ellentétben rengeteg a 90-es években megjelent magyar fantasy regénnyel. Az Elveszett aranyváros keresése, mint említettem, egy korrekt könyv. Nem markol sokat, és cserébe nem is hullik ki annyi minden a markából. Egy teljesen korrekt könyv, amit érdemes elolvasni azoknak, akik szeretnének egy kicsit nosztalgiázni, egy kicsit jobban
olvasni valami klasszikus hangulatút, de már rongyos olvasták a klasszikus mágus vagy éppen kerubionos könyveket, azoknak is ajánlható egész nyugodtan. Aki még nem olvasott életében fantasyt, de egy jópofa kalandregényt szeretne olvasni fantasy témában, annak is nyugodtan a kezébe adható. Csak azoknak nem adható a kezébe, akik minden egyes fantasy könyvtől elvárják, hogy újító szellemiségű legyen, hogy a régieket felejtse el, számoljon le a klisékkel, mert ez a sztori nem az. Ez igenis egy klisékkel teli, de a szívet megmelengettően kellemes olvasmány. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, aki szeretne csak egy kis kalandot olvasni, úgy, hogy nincsenek olyan hűden nagy elvárásai. Mert a regény korrektül van megírva, én legalábbis egyszer sem akasztott meg olvasás közben, és bár a befejezést könnyűn ki lehet találni, ha a regény közepénél nagyjából odafigyelünk egy pár beszédre, mert a sok nehéz olvasmány után jól esik egy kicsit úgymond pihenni ilyen jellegű könyvekkel, nekem pedig egy korrekt pihenés volt ez a könyv. Úgyhogy én már csak ezért is tudom ajánlani annak, aki szereti az ilyen jellegű történeteket. A könyvet beraktam a leírásba, mármint hogy hol tudjátok megvásárolni, ugyanis magánkiadásban lévő könyvről van szó, ezért a nagyobb könyvesboltoknál feltehetően nem találjátok majd meg. Jövő héten találkozunk, addig is sziasztok és olvassatok sokat!